Két napirendi pontot tárgyaltak csütörtökön a szekszerdi közgyűlés tagjai. Ezek közül az egyiket Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője terjesztette elő. Ők azt kérték a testülettől, szavazzanak arról, hogy a hivatal munkatársai mérjék fel a köz- és magánterületeken található fák egészségi állapotát, ahol pedig szükséges, végezzenek fiatalító visszametszést, vagy vágják ki az elhalt növényeket. Erre, mint fogalmaztak, azért van szükség, mert két héttel ezelőtt a szélvihar fákat döntött ki a Tolnai vármegye székhelyen, és sok helyen ágak törtek le, de a helyiek is jelezhetik a veszélyesfa@szekszerd.hu e-mail címen, ha kiszáradó növényzettel találkoznak. Egy fotóval és egy címmel, ennyi elég, nem kell több, hát ha nem jön a levelező rendszeren. Ugyanitt be lehet jelenteni azokat a bokrokat, amelyek akadályozzák a közlekedésbe a kilátást, nagyon sok ilyen van a városban, ezek folyamatosan megnőnek, néha nyersik, néha nem, tehát azon kívül a fák is belógnak a forgalmi táblákra, jelző táblákra, tehát ezeket a fákat is be lehet jelenteni, úgy van, hogy a lakosság ezt megteszi, akkor sokkal gyorsabbak leszünk. A közgyűlés napirendjei között olyan körzeti felújítások tervei is szerepeltek, amiket a képviselők gyűjtöttek össze. A felsorolás nagyjából 80 tételt tartalmazott. Ezekkel kapcsolatban most úgy döntött a testület, hogy előbb Szekszárd idei költségvetését fogadják el, aztán veszik sorra, hogy az ilyen munkákra fordítható összegből mit és pontosan hol végeznek majd el. Azt javasoltuk, és ez a polgármester úr mondta ezt a javaslatot elsőként a közgyűlésen, hogy az lenne a javaslat, hogy első körben a költségvetés fogadja el a közgyűlés, lássa azt, hogy a városi üzemeltetési feladatokra mennyi forrást tud biztosítani a 2023. évben, és ezt követően, ha látjuk, hogy mennyi pénzünk van ezekre a feladatokra, ezt követően üljenek le a frakció vezetők a szakemberekkel, és beszéljék át ezt a javaslatlistát, és ebből választják ki azokat a javaslatokat, ami reálisan megvalósíthatóak. Dr. Gábor Ferenc az interjúban arról is beszélt, a mostani közgyűlésen egyértelműen kiderült, nem igaz, amit az ilyen szekszártagok korábban többször is állítottak, vagyis, hogy a képviselőknek nincs lehetőségük önálló előterjesztéseket javasolni. Bomba Gábor frakcióvezetőként benyújtott egy előterjesztést, és kezdeményezték a közgyűlés összehívását. A polgármesternek ilyenkor nem tehet más, 15 napon belül össze kell hívni a közgyűlés, és azt az előterjesztést, amit benyújtottak, azt meg kell tárgyalni a közgyűlésnek. Ez történt most, kezdeményezték, és ennek a kötelezettségnek eredett a polgármester is benyújtottak az előterjesztés megtárgyalása a közgyűlésnek. Ezt tárgyaltuk meg most. Szekszárdon a közgyűlés legközelebb február 20-án ülésezik. Akkor a tervek szerint elfogadják a település idei költségvetésének első változatát.